Bár közlekedési szabály védi a gyalogosok testi épségét, ám ez kevés, hiszen sok esetben nem tartják be, és körültekintés nélkül lépnek le az úttestre. Elsősorban velük foglalkozunk. Utazás során sokszor kicsinek bizonyul a csomagtartó. Megmutatjuk, miért praktikus a tetőbox, és mire figyeljünk oda használatakor. A gyalogosok a közúti közlekedés legvédtelenebb szereplői. Ennek oka, hogy a gyalogosok teste közúti baleset bekövetkezése esetén gyakorlatilag minden esetben érintkezik a járművel. Gyalogos elütés során soha nem az a kérdés, hogy történt-e személyi sérülés, hanem hogy milyen annak a foka. A KRESZ előírja, hogy a kijelölt gyalogos átkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbsége van. Ugyan elsőbséget kell adni a járművezetőjének a gyalogos számára, de hogyha féktávolságon belül lép le, akkor egyszerűen képtelen elsőbséget adni. Tehát látható legyen, a szándék is felfogható legyen, észlelhető legyen, és tényleg valóban úgy lépjen le a gyalogátkelő helyre, hogy azok a járművek, amik a körülötte közlekednek, azok meg tudjanak állni. A jármű vezető oldaláról viszont, akkor, hogyha egy gyalogátkelő hely felé közelít, de ez az írott szabályban is benne van, akkor ugyan egy kicsit rugalmas a szabályozás, mert nem konkrét sebességet ír, hanem olyan sebességgel kell megközelíteni, hogyha szükség van rá, akkor időben meg tudjon állni, úgyhogy a gyalogos ne üsse el a gyalogátkelőjén. Tehát ahol nincsen jelzőlámpa, a gyalogos az úttestre csak akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Számos alkalommal tapasztalható azonban, hogy mégis hirtelen, esetleg körültekintés nélkül lépnek le a járdáról, veszélyeztetve ezáltal saját és mások testi épségét is. Sajnos a baleseti statisztika azt mutatja, hogy elég sok olyan szituáció, olyan veszélyes szituáció jön létre, amikor vagy tényleg valóban a féktávolságon belül lép le a gyalogos, vagy úgy számítja ki az áthaladását, hogy a másik irányból érkező autós nagyon kell, hogy figyeljen ahhoz, hogy tényleg még a gyalogátkelőjén tartózkodó gyalogos ne üsse el. A gyalogosok egy jó része úgy fogja fel az elsőbséget, hogy ő neki abszolút elsőbsége van, hogyha a gyalogátkelője lelépett. A féktávolságon belül lelépni az életveszélyes mutatvány. A gyalogos viszont bármelyik pillanatban, hogyha úgy dönt, akkor meg tud állni nagyon rövid távolságon belül. Tehát sokszor van olyan szituáció, hogy nem érdemes megkockáztatni, inkább akkor lépjen vissza a járdára, és ne ugorjon elé a gépkocsi elé, mert a fizika az sajnos megváltoztathatatlan. Az autósoknál a lámpasárga fényjelzése a dilemma zóna. Megállni vagy tovább haladni? Ez a dilemma zóna a gyalogosoknál a villogó zöld jelzés. Van a villogó zöld, ami arra figyelmezteti a gyalogost, hogy ebben az esetben már, ha a járdánál nem célszerű lelépni a gyalogátkelőhelyre, mert vélhetően nem fog tudni átmenni még a zöld jelzésben. Ilyenkor meg kell várni, türelmesebbnek kell lenni. Természetesen vannak olyan emberek, akik ilyenkor is megpróbálnak átkelni. A járművezetők ebből a szempontból jobban oda tudnak figyelni, mert állóhelyzetben vannak, tehát ilyenkor az elütés gyakorisága jóval alacsonyabb, mert hát látják a gyalogost, és nem ütik el készakarva a gyalogátkelő helyen. Még egy szituáció van, ahol elsőbsége van a gyalogosnak, hogyha kanyarodik a jármű, és arra az úttestre kanyarodik, ahol egyébként a gyalogos át akar haladni, akkor szintén a gyalogosnak van elsőbsége. Ott sem célszerű kamikáze módon leugrani a járdáról, és úgy beugrani a járművek közé, mert akkor biztos, hogy baleset lesz a végeredménye. A zebrán való közlekedést már kiskorban el kell kezdeni megtanítani a gyermekekkel. Az, hogy fogja a szülő kezét, az egy alap kritérium kell, hogy legyen. Aztán, ahogy már önállóan kezdenek el közlekedni, akkor valóban előfordul az, hogy a figyelmetlenségből, vagy egyéb más apropóból, például eltereli valami a figyelmét, és mondjuk klasszikus példa, szalad egy labda után, vagy szalad egy másik gyerek után, és nem néz körül. Szóval ezek azok a szituációk, amikor előfordulhat, hogy lelép
olyan esetben is a gyalogátkelőjére, amikor már az autós nem tud megállni. És van még egy nagyon fontos, itt a méret ez ebből a szempontból döntő jelentőségű, hogyha egy gyermek nem látható valamilyen tárgy, jármű, vagy egyéb más műtárgy miatt a gyalogátkelő helyen, vagy a gyalogátkelő hely mellett lévő járdán, akkor az a szituáció állhat elő, hogy úgy gondolja, hogy ő már a gyalogátkelő helyen van és nyugodtan mehet, viszont az autós az utolsó pillanatban fogja észrevenni, akkor, amikor kilép ebből a takarásból, és akkor megint sajnos a baleseti szituáció összejöhet. Szerintem az időseknél mindenképpen figyelembe kell venni, és ezt nekik is látni kell, de azoknak is, akik egyébként közlekednek körülöttük, hogy megváltozik a reakcióidejük. Megváltozik a mozgásuk, lelassul, sokkal hosszabb idő kell ahhoz, hogy ők átérjenek a másik oldalra. Tehát ezt a járművezetőknek, a körülöttük közlekedőknek mindenféleképpen tudniuk kell, látniuk kell, hogy kivel állnak szemben, és abban a szituációban én úgy hiszem a tolerancia az, ami a legfontosabb. Fontos tudni, hogy az igazságszolgáltatási gyakorlat alapján az eljáró hatóságok az ügyet lezáró döntéseikben a járművezetőt teszik felelőssé akkor, amennyiben gyalogos elütésekor a zebrát a jármű 40 km/h vagy annál nagyobb sebességgel közelíti meg. A téli időszakban ne feledkezzünk meg az útviszonyok miatt megnövekedett féktávolságról sem. Mindegy, hogy nyár vagy tél, pihenésre, síjelésre általában rengeteg csomagot visz magával egy család. Ilyenkor jöhet jól a tetőcsomagtartó és a tetőbox. Előbbire síléc, kerékpártartó vagy akár csomagok is felszerelhetőek, de ezek ki vannak téve az időjárás viszontagságainak. Ha igazán zárt megoldást keresünk, akkor csak a tetőbox jöhet szóba. Tetőboxok az autó csomagterének a kapacitását bővítik, egészítik ki a legköltséghatékonyabb módon. És hát a síeléshez például nagyon hasznos, hogyha a síléceket, a sífelszerelésünket nem az autó csomagterébe, esetleg az utastérbe, a csomagtérbe átnyúlóan kell elhelyezni. A boxba belefér a síléc, a síbotok, a bakancsok, snowboardok, természetesen boxokból is többféle méret létezik, attól függően, hogy hányan utazunk, választhatunk kisebbet, nagyobbat. A pakolásnál törekedjünk arra, hogy a nehéz csomagok inkább a csomagtartóba kerüljenek, a könnyebbek kerüljenek a tetőre. Fontos úgy pakolni, hogy a csomagoknak a lehető legkisebb legyen a légellenállása, mert különben megnő a menetidő és a fogyasztás is. Figyeljünk az egyensúlyra. Lehetőleg egyformán terheljük elől és hátul, bal és jobb oldalon, hogy a rakomány ne befolyásolja a menet stabilitást. Ne feledkezzünk meg a szél nyomásáról sem. Főleg erős oldalszél esetén érezhető a vezetés kora különbség. Magasabb lesz ugye az autó, és nagyobb felület után kaphat bele a szél, és ez inkább ugye oldalszél esetén érzékeltő. Tetőboxok, mai tetőboxok formája már nagyon áramvonalas, és úgy van kialakítva, hogy minél jobban vezesse a levegőt. Nagyon fontos, hogy jól szereljük fel a tetőcsomagtartót. A modern, cseppformájú autóknál már pontosan meghatározzák, melyik csomagtartó láb melyik ajtó fölé kerül. Ettől nem szabad eltérni, különben a tartó könnyen leszakadhat a tetőről. Nagyon könnyű már szinte az összes tetőboxot rögzíteni. Szinte mindegyik gyors rögzítő van felszerelve, ami lényegében annyi, hogy rátesszük az alaptartó rudakra a tetőboxot, és belülről egy gyors rögzítőt kell megtekerni, szinte már arra se kell figyelni, hogy milyen erővel, mert már el is gondoltak a gyártók. A méretet is vegyük figyelembe. A Kressz szerint a tetőcsomagtartó szállító rakomány előre és hátra is maximum 40-40 cm nyúlhat túl. Korábbi tetőbox konstrukciók esetében a tetőbox zárásánál lehettek olyan problémák, hogy a boxot két helyen kellett zárni, és ha valamelyik zárat nem sikerült jól rögzíteni,
nagyobb sebességnél a légáram miatt kinyílik a felső héje a boxnak, és a csomagtal, vagy a box tartalma, a csomag kirepülnek, ami igen veszélyes nagy sebességnél. Mai boxoknál ebből a központi zárral szinte ki van ez küszöbölve, hiszen ha nem jól záródik a box, nem is tudjuk bezárni, tehát az árszerkezet biztonsági rendszere nem engedi lezárni a tetőboxot. Mikor a tetőboxot az autóról levesszük, és nincs rá szükség, a boxokat lehet a hátuljuknál az élére állítva, vagy esetleg valamilyen fali konzolra szerelt tárolón tárolni. Tárolás során szinte nem kell tartani semmitől, párás környezet, mondjuk a nagyon kevés fém alkatrésznek problémás lehet hosszú távon, de ha ezeket karban tartjuk évről évre, akkor ebben sincsen semmi gond. Figyeljünk oda, hogy a kelleténél többet soha ne pakoljunk bele, és a biztonság kedvéért többször ellenőrizzük, hogy jól rögzítettük-e. Hiszen ha megszegjük a szabályokat, veszélybe sodorjuk nem csak a rakományunkat, de az autót, magunkat, vagy akár másokat is.